Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök jelöltje, kezicsókolom. Jó napot, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, azért annyit elmondunk a nézőknek, hogy ezt korábban rögzítettük, ezt a beszélgetést. Mi fog történni? Igaz az a hír, hogy a Momentummal a tárgyalásokat megkezdték? Ha minden igaz, akkor egy kávézásra fog sor kerülni. Fekete Győr András ezt válaszolta a megkeresésünkre. Az aláírásgyűjtést lezáratát azt megvárják, és utána készek arra, hogy leüljenek velünk egy kávéra. Mi meg készek vagyunk, hogy beszélgessünk egy jót. Azt gondolom, hogy ez egy nyitott helyzetet fog teremteni mindkettőnk számára. A naptárában van még hely kávézni más pártokkal is? Az a helyzet, hogy nekem az az elvem, hogy még a háborúban is beszélnek az emberek egymással. Tehát beszélni az abszolút kell és lehet is. Sok szempontból sors közösségben vagyunk itt ellenzékben, viszont nyilvánvaló az, hogy mi értékek, elvek alapján építkezünk, ennek megfelelő keretek között tudunk egymással tárgyalni. Amikor azt mondja, hogy ellenzékkel, ha bár egy korábbi beszélgetésben határozottan megmondta, hogy kikkel beszélnek, vagy kikkel nem, bele kell, hogy értsen például a Jobbikot is? A magam részéről azt tudom mondani, hogy vannak ügyek, amelyekről muszáj beszélnünk. Például, mondok egy konkrét ügyet. Nekem meggyőződésem, hogy sokat fog nyomni alatban az, hogyha az ellenzéki megfigyelők ott lesznek szavazatszámlálók az egyes helyiségekben. Együttműködünk a többi párttal, minden párttal abban, hogy minden egyes szavazóhelyiségben ott legyen egy olyan ember, aki úgymond az ellenzék szempontjából is figyeli az eseményeket, figyeli azt, hogy a választások tisztasága az a lehető legkontrolláltabban tudjon megvalósulni. Mert nincs annyi saját emberük, hogy minden körzetbe önállóan saját embert állítsanak? Bármennyi is van, azt gondolom, hogy mindannyiunknak érdeke az, hogy ebben egy együttműködés legyen. Én ezt megkockáztatom, hogy még a konkrét eseményekkel kapcsolatban is forró dróton kell lennünk egymással azon bizonyos április 8-án. Mit változtatott az ön személyiségén, hogy van egy külföldi tanácsadója? Én figyeltem önt, amióta televízión van és a pártját. Nem látom kívülről, hogy változott-e volna valami. Akkor ezek szerint jól végzi a dolgát, hiszen nem az volt a feladata, hogy megváltoztasson engem, hanem sokkal inkább az, hogy egy sikeres kampányt csináljunk. Ebben nyilván mindenkinek van felelőssége, én is hozzáteszem, amit én tudok, a csapat is hozzáteszi, amit a csapat tud. Ez a kampány csak most kezdődik igazából, ugyan már régen tart. És ön soha nem volt hajlandó másokról beszélni. Mivel magyarázza ez, hisz nincs olyan párt még Magyarországon, aki nem az ellen, a versenytársairól beszélt volna. Ön mindig azt mondta, hogy saját magukkal szeretne foglalkozni. Miért van ez így? Két dolgot érzek egyszerre ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy van köztünk ideológiai távolság nagyon sok szempontból ellenzéki pártok között. És ezzel kapcsolatban azért elég határozottan meg szoktam fogalmazni a véleményemet. Viszont azt is látom, hogy egy propaganda kormánnyal állunk szemben, amely gyakorlatilag a legkisebb véleménykülönbséget is felnagyítja, és soha nem látott hazugságok formájában teríti szét a maga hatalmas média elérésével szerte az országban. Én azt mondtam a többieknek, ne pazaroljuk egymásra a puskaport, van egy elég nagy ellenfelünk ebben az országban, nyilván van köztünk egy sors közösség. Ezzel azt akarja mondani, nem én lennék, ha nem szakítanám meg, és azt hinnék a nézők, hogy valami dublőr van itt helyettem. Én mindig bele szoktam szólni, hogyha egész úgy érzem, mondom. Tehát akkor egy meg nem támadási szerződést kötött tulajdonképpen gentleman agreement formájában a többi ellenzéki párttal? Ez azért nem tud megvalósulni, mert hogy igazából én megkapom mindig a magamét, és látom ilyen különböző pártok közeli blokkhelyeken. Hát ezért nem értem a dolgot. Nézd, nekem nincs időm arra, hogy ezekkel foglalkozzak. Most vagy ki jön önből az anyuka, aki a gyerekeknek azt mondja otthon, hogy okos enged, szamál szemben, ne válaszoljatok? Nézd, amióta én politizálok, nekem folyamatosan a Fidesz-szel volt a kőkemény csatáim, és ezek egyre nagyobb. Tehát most ott tartunk, csak úgy az őrületet próbáljam érzékeltetni, hogy azzal riogatják azt ezt az országot. Azt pedig még nem látszik magán az őrület. Mármint nem, hogy, mármint amit ők csinálnak, az az őrület, hogy rovarokat kell majd ennünk, hogyha nem tudom, Szél Bernadett, meg nem tudom, kicsoda kerül itt hatalomra. Most nagyon meg kell szakítanom, de ne nevessen hangosan. A jövő héten rovarkonferencia lesz. Magyarországon, amire adásba kerülünk, addigra vége a rovar konferenciának, és nagyon komoly professzorok a rovarokról tartanak konferenciát, hogy mibe lehet felhasználni, mi a fehérjetartalmuk. Én azt hittem először, hogy ez egy vicc.
A Szent István Egyetem szervezésében, úgyhogy tessék felkészülni erre. Magam részéről azt tudom mondani, hogy amikor egy politikus beszabadul egy lakossági fórumra, és ott ezzel riogatja az embereket, az a kampánynak egy olyan mérétege. Tudják, hogy ez a Maslow-i piramis, aminek az alján így a legalapvetőbb szükségleténk helyezkednek el. Most már megéltük azt, hogy itt jönnek majd a migránsok, elveszik a munkánkat, beköltöztek a lakásunkba, most meg ott tartunk, hogy még az étket is kiveszik a szánkból. Én azt hittem hétfőnként a parlamentben, hogy Hoffmann Rózsa, amikor rágyújtott erre a nótára ott a disznóhús evéssel kapcsolatban, hogy ez csak egy ilyen egyéni képviselői akció volt, hogy nem tudom, ő annyira szereti a disznóhúst, hogy ő nem akarja magát ettől megfosztani. Bár kicsit pikánsnak tartottam, hogy ugye Nagybőjtben egy kereszténydemokrata politikus erről álmodozik, hogy ilyen disznótorosokról. De mindenesetre úgy látom, hogy itt a kampányban olyan mély dimenziókba fogunk eljutni, hogy én még inkább szeretném magam tartani az eredeti irányvonalamhoz, hogy arra koncentrálunk, ami tényleg fontos, alternatívát adni. Orbán Viktor, hát én sem tudom, gyűlölet kampányával hogy lesz kóser ez a rovarevés, vagy hogy nem. Szerintem nem párosuljuk patások, és nem kérőznek, tehát problémáim vannak ezzel. De vegyük komolyra, ha bár ez is nagyon komoly. Igen. Ön szerint ez még jobban eldurvulhat? Igen. Mit fog ön tenni azért, hogy legalább az önök oldalára ez ne durvuljon el? Tartjuk magunkat az értékeinkhez, és ugye nekem azért van szerencsém, mert a mi víziónk, a Zöld Magyarország, a Megújuló Magyarország víziója, az egy nagyon pozitív hely. Arról tartottam sajtótájékoztatót, hogy a jelenlegi miniszterelnöknek ilyen kőkorszaki elképzelései vannak közben ez a 21. század. Hogyan kellene sikeresen úgy politizálnunk, hogy ne a kétsebességes Európa valósuljon meg, hogy tényleg sok szempontból élovasé legyünk az európai közösségnek. Tehát amiről én beszélek, a mi jövőképünk az nagyon pozitív, és ilyen szempontból ez kontrollálja is az embert, hiszen nem lehet ennyire jó dolgokról, amiket mi meg akarunk csinálni Magyarországon, gyűlölettel beszélni. Mi vagyunk az ellenpólusa ennek az egésznek. Mi vagyunk az ellenpólusa annak a folyamatos és szisztematikus mérgezésnek, amit Orbán Viktorék Magyarországon most művelnek. De segítsen nekem megérteni. Én azt hittem, hogy önök egy zöld párt. Jó gondoltam. Egy haladó párt, és én naponta legalább 10-13 emberrel interjút készítek, beszéltek, és arról próbáltak engem meggyőzni, hogy önök egy baloldali párt. De nem látom sehol, akkor most önök egy baloldali párt, vagy egy haladó zöld párt a korszaknak megfelelően. Egy haladó zöld pártban mindig kell, hogy legyenek baloldali elemek, mert hogy tudja, a 21. században az egyik legnagyobb... Az nem baj, hogyha vannak benne baloldali elemek, de egyáltalán meghatározzák magukat? Bal és jobboldali tengelyen csak úgy tudjuk magunkat meghatározni, hogy mind a kettőből van bennünk. Ha a kis közösségek védelme, az inkább egy konzervatív érték, de hogyha megnézi a munkaerőpiaci javaslatainkat, azok alapvetően szép örösek, hogy így fogalmazzak. És maga az, hogy zöldnek lenni, az ugye mindig arról szól, hogy mi mindannyian együtt vagyunk. Védjük magunkat, a közösségünket, az életünket, védjük a bolygót, védjük az országot. A generációkat, akik utánunk jönnek pontosan, és mindig egyben gondolkodunk. Hogy is tanom én a gyerekeimtől, odafigyelünk, hogy mekkora lábnyomot hagyunk. Pontosan, mert hogy igazából most már a technológia fejlődése két dolgot tesz lehetővé. Az egyik az, hogy mindent elpusztítsunk, a másik pedig az, hogy minden szépet felépítsünk. De miért gondolja azt, hogy például mondjuk a legnagyobb ellenzékét, a Fidesz és a KDNP-t, ő nekik azt hiszi, hogy nem fontos a bolygó, nem fontos az unokáik jövője? Nem látom, ők is nem hiszem, vannak, hanem tudom. Ugyanúgy, mint az LMP-sek, vagy mint én, vagy mint a harmadik. Nem. Én nem hiszem, hogy nekik nem fontos. Én most már tudom, hogy ők feladták ezt, és teljes mértékben csak a jelenre koncentrálnak. Hát ez nem nevezhető már egy politikai értékközösségnek, a Fidesz és a KDNP. Tehát ők annyiszor árulták el magukat, a szavazóikat, az értékeiket, hogy ez most már inkább egy ilyen, hát nem akarok erős kifejezéseket használni, mert valahogy pont ilyen zöld hangulatba kerültem az előbb, és az embert ezt automatikusan pozitívabb irányba viszi. De a helyzet az, hogy az a fajta korrupció, amiben ők most utaznak, az virágosan megmutatja, hogy őket már csak egy dolog érdekli, a gátlástalan szerzés. És ebből mindenkinek csúran csöppen. Van, akinek egy kormánybiztosi hely, van, akinek egy képviselői hely. Tehát ez egy ilyen franchise, aminek van egy parlament. Érdekes, mert a legrosszabbat hozom ki magából, mert ön az, aki nem szokott beszélni másokról, hanem azt szoktam mondani, hogy miben lesznek jók, és most már hosszú ideje arról beszélünk, hogy a Fidesz miben nem jó.
Ott az ellenpólusra mindezt el tudom mondani, és beszéltem is erről, hogy mi zöldek, ugye nem hagyjuk azt, hogy a társadalmi különbségek megnőjenek, ahogy ezt tudományosan mondják, de hogy arról van szó, hogy itt nem lehet, hogy a szegény elszegényedik, a gazdag meg még gazdagabbá válik, és Orbán Viktor kormányzása alatt a különbségek hatalmasak lettek az országon belül. Nem viseli el az ország ezt a szétszakítottságot, ahogy a bolygó is megszenvedi azt, hogy vannak, akik a haszonélvezői a globalizációnak, és vannak, akik pedig a kárvallottjai. Mi zöldek évtizedek óta azt mondjuk, és arra figyelmeztetünk mindenkit, hogy mi mindannyian összetartozunk, és ebben a tudatban kell politizálnunk, a közügyekkel foglalkoznunk, oktatnunk, az egészségügyben lennünk. Akkor nézzük, mielőtt rákerülünk egy olyan részre, amit mind a végére hagynék. A hétvégén volt a nem formális európai csúcs. Természetesen már csak 27-en voltak ott. És azért nem formális, mert tulajdonképpen a 28. még az európai, tehát Anglia, ma még az Európai Uniónak a tagja, mégis nélkülük ültek le a hétvégén beszélgetni. Mit vár ön ettől? Azok után, hogy a német kancellár nagyon keményen beszólt a kelet-közép-európai államoknak a Bundestagba csütörtökön tartott beszédében. Én alapvetően Orbán Viktor és egy miniszterelnöknek a lehetősége irányából közelítenék ez a helyzethez. Tehát amit el kell kerülnünk, és mindenáron el kell kerülnünk, az az, hogy egy második vagy sokadik sebességbe kerüljünk itt az európai közösségen belül. Beszélgetünk még egy darabig, még tartalékolom a koffeint, ki tudja, milyen izgalmas témáink lesznek. A helyzet az az, hogy Orbán Viktornak ez egyébként, ez a kettős ügynökség a legnagyobb hibáinak az egyike. Tehát az egyik oldalon politikailag ő szétszakít minket, leszakít gyakorlatilag az európai közösségnek a magországaiból, és belesodor minket egy ilyen roncsövezeti státusba. A másik oldalról meg gátlástalanul gyakorlatilag kiszolgáltatta a munkavállalókat, jogok, bérek minden tekintetében azoknak a cégeknek, akik meg abban érdekeltek, hogy profitot termeljenek. Nekik aztán édes mindegy, hogy hol termelik azt a profitot. Magyarországon gyakorlatilag a munkavállalók jogok, bérek tekintetében nagyon szudarul állnak. És a mi kormányzásunk az arra irányulna, hogy újra normális nemzetközi kapcsolatok működjenek ebben az országban. A diplomáciai arzenát nem, hát ugye most már hol tartunk, tehát Szijjártó Péter elfogadhatatlan kijelentéseket tesz. Van ez a mondás, hogy a külpolitika az alapvetően legyen halk, de mindig legyen egy furkosbot az embernél. Most én úgy látom a mostani külpolitikát, és Európa politikáját is az országnak, ami kormánynak, hogy egy furkosbottal csapdosnak össze-vissza. És ha azt kérdezi tőlem, hogy én mit várok, én azt tudom mondani, hogy szánszándékkal provokálják a jelenlegi vezetésben, Magyarország jelenlegi vezetésében az európai államokat. És egy ponton túl ezt nem fogják tudni kontrollálni. És ennek csak a nemzeti érdek lehet a kárvallottja. Mondjuk azt, hogy túl vagyunk a választásokon, és önök közel kerülnek a kormánykerékhez. Mit fognak csinálni a nemzetközi kapcsolatainkkal? Követségeket fognak bezárni, kinyitni, észak vagy dél felé nyitnak? Nyugat felé nyitunk, amiben benne van az észak is egyébként. A keleti meg a déli nyitásnak a... És keletnek vége? Pragmatikus kapcsolatok azok természetesen, de nem az a pragmatikus, amit Orbán Viktor csinált. Tehát ez egy érdekkapcsolat, egy érdekházasságszerűség, amiben nagyon kiszolgáltatott helyzetben van Orbán Viktor. Pont most mondtam egyébként, hogy az első út a Moszkvába fog vezetni paradox módon, mert hát ki kell lépnünk a paksi szerződésből. A másik oldalról viszont pont Brüsszelbe kell menni azért, hogy az Európai Unió vezetőivel egyeztessünk arról, hogy semmiképpen ne legyünk második ütemben itt hullámban az európai közösségen belül. Én nagyon fontosnak tartom, főleg egy kicsi ország esetében a kiváló diplomáciát. Tehát akkor arra gondolt, hogy első dolgunk lenne, hogy megkezdenénk a tárgyalásokat az euró bevezetésére? Tehát az euró bevezetésére szükség van, viszont előtte a gazdaságot át kell alakítani. Róna Péterrel nagyon sokat beszéltünk erről a kérdésről, az ő álláspontját fogadtam el, ő győzött meg engem arról, hogy nagyon fontos, hogy a megfelelő ütemben csatlakozzunk az euróvezetéshez. Ne jussunk Görögország. Hát mások is, igen, Szlovénia is. Tehát amikor rossz ütembe vezetik be, akkor a gazdaság az megszenvedi ezt. Amit a gazdaság megszenved, azt meg az emberek is megszenvedik. Nagyon fontos az euró, értem a szempontokat mellette, erre kell törekedni, viszont itt most ezt a gazdaságot, ezt ebben a formában... De az euróvezetnél, hogyha bevezetnénk, illetve elfogadnánk azt, hogy ebbe belépjünk, hatalmas támogatást is adna erre az Európai Unió.
Nyilvánvaló, élni kell a lehetőségekkel, de amit én fontosnak látok, hogy Magyarország ne csak a külföldi működőtőkének a bevonzogatására és alacsony bérekre épüljön, hanem pont fordítva, belső tőkeképző képességek. Hány évet adna erre ennek a bevezetésére? Ugyanezt kérdeztem egyébként Róna Pétert, hogy milyen gyorsan lehet ezt megtenni. Mondod? Azt mondta, hogy meglepően most gyorsan. Most akkor, kedves nézőim, Róna Péterrel beszélgetek. Szél Bernadett torkából Róna Péter, de Szél Bernadett hangján Róna Péter, de Róna Péter eléggé szakember ahhoz, hogy akár ezt el is fogadjuk. Én soha nem szégyeltem, hogy mindig merek, és kérek is tanácsot olyan emberektől, akik már letettek valamit az asztalra. Azt mondta, hogy szó szerint azt mondta, hogy meglepően gyorsan meg lehet csinálni, és én erre szerződök. Tehát én arra szerződök, hogy ezt a fajta átalakítást, ugye mi a mi víziónk? A mi víziónk az az, hogyha Orbán Viktor azt mondta, hogy 1 millió munkahelyet teremt 10 év alatt, én azt mondom, hogy világszínvonalú oktatást csinálunk Magyarországon. És ez azért kell, hogy szóljon a történet akár a helyi gazdaságról. Imádom az olyan riportalanyokat, akik kérdés nélkül már mondják, ez lett volna a következő kérdésem. Nem látom hogy, pedig a papírt. Ez nincs a papíron csak, hogy kik következnek egymás után fejből szoktam dolgozni. Tehát csak néha úgy néz ki, mintha keresnék rajta valamit, de ez csak a szokásatalma. Honnét lesz pénze az oktatást átszervezni, hisz ez pénz kérdése. A költségvetésbe van elegendő pénz erre? Egyrészt van, plusz a gazdasági növekedés. Ugye, hogyha 3%-kal számolunk, az 600 milliárd forint évente. Ha csak a felét az oktatásba tesszük, ami szerintem egy fair ajánlat, akkor az 4 év alatt ugye 1200 milliárd forint, és emellett pedig 200 milliárdot évente tudunk biztosítani, hiszen mi kiszámoltuk az alternatív költségvetésben. Nagyon konzervatív vestésünk van egyébként a korrupciónak a megfékezéséből származó bevételeknek a becslésére. 5-600 milliárdot mondtak a szakértők, de aztán utána jött az Éliósz ügy, mondtam, hogy számoljuk át egy kicsit ezt az egész történetet, hát aztán azt látom, hogy ehhez de borítékoltam volna, hogy nem úszom meg az Éliósz ügynél, hát pedig nagyon sok néző nem is tudja, hogy miről van szó. Tehát az oktatáson kívül még van egy komoly probléma az egészségügy, de nem elég a kórházakat kitakarítani átvédeni, mindez nem ér semmit, ha nincsenek orvosok. Honnét teremtene orvosokat, azt nem lehet egyik napról a másikra. Az legalább 7 év, hogyha megduplázza a helyeket az egyetemen. Alap az, hogy nem szabad hagyni, hogy elmenjenek. Tehát ugye azt a fizetésemelést mi dupláznánk a béreket, ezt meg tudjuk tenni. Erre is van pénz a költségvetésben? Nézze, innen ellenzékből, ahol most voltunk, vagy még vagyunk is, 1440 milliárd forintot találtunk úgy, hogy gond nélkül átemelhető egyik sorról a másikra, és a szociális szférának a bérrendezését, az egészségügyi szakdolgozóknak a bérkövetelését, a közszféra bérrendezését, ami ugye nagyon fontos, hiszen az hajtja fel az árakat, béreket, ugye a többi szegmensben is, ezeket mind tudjuk finanszírozni. Egy viszont igaz, tehát az adórendszer az nem egy kulcsos lenne. Tehát abban a versenyben, amit itt a Fidesz csinál azzal, hogy megpróbálja az embereknek elmagyarázni, hogy jól járnak ezzel az adórendszerrel, ez nem igaz. A magyar dolgozók 3/4 az átlagbér alatt keres, és ők mind rosszul jártak az egykulcsos adó. Akkor most fölvettük az ön tempóját, és ugorjunk vissza az oktatásba. Az oktatáson nem csak pénzkérdés van, hisz hogyha az önök ideológiát nézem, akkor önök átírnák a tankönyveket, és valami másfajta, ez viszont időbe kerül. Azt gondolom, hogy a tankönyv szabadság, tehát az, hogy választhassanak a tanárok a tankönyvekből, az alap. Tehát ami most megy, ez egy, ugye a diákok is kiválóan megfogalmazták. És itt kéne, hogy a nézőknek elmondjuk, hogy ön egy gyakorló szülő. Így van. Hányadikosok a gyerekei? Elsős és negyedikes gyermekem van, és pontosan látom, hogy mi zajlik gyakorlatilag a gyermekek szintjén is. És talán ez az naponta hány órát kell, hogy foglalkozzon velük ahhoz, hogy egy olyan szinten legyenek, amin ön szeretné? Én azt tudom mondani önöknek, hogy ez mindig gyermeke válogatja, és szülője, meg a nagyszülők is itt aztán beállnak a csatasorba, ez egyén függő, meg tanár függő is, de amint tudunk változtatni, az a mennyiség a tananyagnak. Tehát most a diákok tüntetnek, hála mindenkinek, aki ebben részt vesz, aki ezt támogatja, nem is csak diákok, hanem szülők, tanárok is ugye segítik őket. Szóval most van az a helyzet, amikor azt kell mondani, hogy ez így nem mehet tovább. Egy átlag elsős 6 órát ül sokszor az iskolapadban. Hát gondoljunk bele, óvoda után rögtön oda szögezik a padhoz. 6 kiló az iskolatáskája, nem megy ez így tovább. 6 óra, 6 éves gyermek, 6 kiló iskolatáska anyag, ettől lesz ez az ország boldog. És itt jön be az, hogy én már a korai fejlesztésben kezdeném. Tehát a bölcsődei dolgozóknak a bérrendezése és követelése a 0. lépcső. És onnantól kezdve a felsőoktatásig, sőt a szakképzésig, a felnőtteknek a mindig
megsegíteni őket ahhoz, hogy a lehető tökéletesen igaza van, de akkor, amikor az oktatásról beszélünk, és azt mondja, hogy szinte nulla éves kortól, a bölcsödéből és a fejlesztéstől, akkor az egészségügyre ugyanez vonatkozik, hisz az embereknek már abból a pillanatban, amikor az édesanyja terhes lesz, már ő neki olyan egészségügyi szolgáltatásokat kell adni, hogy a gyerek egészséges legyen, tehát megelőznie kell mindent. Erre épül az egész programunk, megelőzés, vagy idegen szóval prevenció. Ez az, ami nálunk a nulladik lépés. Most, ahogy említette a várandóságot, a védőnőknek például minden követelését teljesítenénk. Nekik van egy nagyon fontos szerepük, a kismamáknak az egészség. Világhírű volt valamikor a magyar védőnő mozgalom. És én tudom is, hogy mennyi dolgoznak, a családunkban is van több védőnő, pontosan tudom, hogy ők mit tudnak nekünk adni, én magam is ismerek védőnőket. Mindenki, aki kapcsolatban kerül az egészségügyben az emberekkel, nagyobb megbecsülést kell, hogy élvezzen. Nagyon sok tekintetben, tehát az anyagi itt is nagyon fontos, amit ön is mondott, hogy rendbeszedni a kórházakat, hogy az adósságállománynak az újraképződését megakadályozzuk, de hogy alap az, hogy a prevenció, például mi ezt ugye a csoportpraxisok, vagy praxis közösségeknek a megalapításával képzeljük el, vagy javasoljuk. Egy svájci program működött Magyarországon, úgynevezett pilóta projekt volt, nagyon jó eredményekkel. Úgy képzeljék el, hogy több házi orvos van együtt, és segíti őket dietetikus, más pszichológus szakember, és van egy ember, aki csak azért felelős, hogy abból az adott településből eljussanak az emberek az orvoshoz. Mert nem kell azt várni, nem szabad azt várni az emberektől, hogy ő maguktól észreveszik, hogy szűrővizsgálatra, stb. Van szükség, hanem oda kell menni és elmondani, hogy József, itt van a praxis, jöjjön el, vizsgáljuk meg, hogy jól lát-e még a szemüvegével, milyen tünetei vannak, milyen problémái. Így lehet gyors eredményeket elérni, és meglepően gyorsakat, megint azt tudom mondani. Ez így működik például a Közel-Kelet egyetlen demokratikus országában is, de maradjunk önnél. Szeretném elkezdeni provokálni, úgyhogy tessék bekapcsolni az antiprovokatívat. Sokan azt mondták, hogy ön egy Soros Bérenc. Ön egy Soros Bérenc? Nem vagyok Soros Bérenc. Ön lebontaná a kerítéseket, ami garantálja, hogy ellenőrizetlenül Magyarországra bárki is betérjen? Nem, sőt, visszaállítanám a határőrséget. Ön szerint a világ problémáit, a Közel-Kelet problémáit, a jobb sorsról álmodó embereknek az-e a megoldás, hogy mézes madzaggal elcsalják őket ide, vagy esetleg ott a helyszínen kell nekik nemzetközi segítséget nyújtani? Hát erről van szó, a zöldek évtizedek óta ezt kérik, követelik, könyörögnek érte, hogy vegyük már komolyabban azokat a puskaporos hordókat, amelyeken ül ez a bolygó. De soha nem felejtem el, amikor jöttek hozzánk, ENSZ megbízott, és elmondta, hogy itt fogunk állni a határaitoknál, mert nincs ivóvízünk. És mit mondan egy olyan embernek, aki tényleg nincs ivóvize, nem tud alapvető szolgáltatásokhoz hozzájutni, polgárháború és válságok, klímahelyzet változása tönkreteszi az életüket. Itt az idő és az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy a világ vezetői komolyan vegyék ezt a kérdést. És persze a szülőföldön való boldogulás, ez a zöld alapelvek egyike. Nem önszántóból mennek az emberek odébb, hanem élhetetlenné válik a környezetük, de ez nem ha kell, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, első dolgai között lenne, hogy fölhívná az ENSZ figyelmét, hogy azonnal talán üljenek össze, és próbálják ezt megoldani, hogy mindenki ott érvényesülhessen, ahol született, és ahol otthon érzi magát? Én sokkal több embert fölhívnék, és bejelentkeznék, és kiárnám, és kérném, ez itt alap az, hogy ez nem egy országnak a problémája. Tehát nem telepítené a világ összes menekültjét be Magyarországra. Hát természetesen nem, meg ez nem is így működik, tehát nem ez a megoldás. Mit válaszolna például Luxemburg külügyminiszterének, aki önmaga sem teljesítette azt, amit az Európai Unióba rászabtak, hogy tarthat-e leckét például Magyarországnak, vagy egyáltalán megbeszéléseken kívül valaki, ön a miniszterelnöknő, számon kérheti-e önt? Főleg akkor, ha ő sem teljesíti, amiben megállapodta. Ugye ez egy érdekes kérdés. A szuverenitást mennyire? Nyilván ezt nem illik csinálni, meg ilyet nem lenne jó ebbe az irányba elmenni. Ez nyilván probléma, hogyha ilyen irányba megy. Tehát magyarul a kérdésem az volt, hogy valaki diktálhatna-e önnek, ugye, vagy megőrizni? Ugye kifejezést is használta, tehát ezek nyilván nem szerencsés kommunikáció, de attól még, hogy ő vét egy hibát a diplomáciában, attól még egy ilyen válasz, ami Magyarország részéről érkezett, nem fogja azt elősegíteni, hogy megoldjuk a problémákat. Én így gondolom. Egy kis önfegyelem mindkét. Tudja, részéről. Én nagyon odafigyeltem az ön pályafutására azóta, mióta ismerem,
és bennem van valami, hogy nagyon szeretném tudni, ki jönnek a példaképe. Hát voltak már nagyon jó miniszterelnöknök, Thatcher asszony vagy Golda Meir. Ki az ön példaképe, vagy van-e önnek egyáltalán, vagy akár Theresa May? És a sorrend, ahogy említettem őket, nem befolyásolni akarom. Az asztalomon mert egy fénykép Indira Gandhi is. Egy fénykép van kint az asztalomon, két Liannának a képe, és az ő munkássága az, amit én sokat olvasgatok. Erőt merítek belőle. Tehát nekem a példakép... Liana szociáldemokrata volt. Ember volt és szociáldemokrata. Az én szociális érzékenységem azt hiszem most már sokak számára nyilvánvaló ebben az országban. Zöld képviselő vagyok, és ez azt hiszem magával hívja azt, hogy az ember érzékeny olyan kérdésekben, amelyben nehezebb sorsú vagy gyengébb emberekkel találkozik. Ön első útja Moszkvába vezetne azért, hogy a paksi szerződést visszamondja. Igen. De az ország lakosságának szüksége van áramra. Igen. És egyre többre. A, nem biztos. Az első blokk a maximális teljesítést, meg talán már lassan azt is túlhaladja. Amennyiben visszamondaná, ennek komoly ára is lenne, ezt a paksi szerződést, hogy oldaná meg, hogy legyen áramforrásunk? Azért bólogatok, mert hogy most olyan dolgokat vett alapvetésnek, amik egyáltalán nem azok. Tehát én két mondtam, dolgot hogy látok. Ez a provokáció kategória. Jó, bocsánat, ezt elfelejtettem, igen, valóban. Pillanatra elfelejtettem, de a lényeg az, hogy több olyan szenárió van most is döntéshozó embereknek az asztalán, amely zöld alapvetően, és 100%-ig zöld. Mondja nézőinek, hogy mi az a zöld. És hát az, hogy nem atomenergiára támaszkodik, sőt, hát ugye az atomból való kivezetést, fokozatos kivezetést, amit én tudok vállalni, tehát én se tudnám holnap lekapcsolni a paksi atomenergia. Ezt szerettem volna hallani. Mi nem szeretném, hogy elsötétednénk. Nyilván ez idő, de minél később kezdjük el csinálni, annál problémásabb a történet. Egyrészt az atomerőmű se lesz fiatalabb, másrészt pedig. Ez itt az alap, hogy együtt kell működni. Az európai közösségen belül fontos, hogy együttműködjünk áram tekintetében. Az európai közösségben mindenki arra törekszik mindenek előtt, hogy önellátó legyen, és a túltermelése van, abból tud maximum átadni a másik pedig, hogy ezt az országot le kell szigetelni. Bár itt lenne nálam a Fidesznek a 2010-es programja, úgy a fejükre olvasnám, mint most a stúdióban az, hogy ők mit ígértek épületszigetelés kapcsán, és ugye mi emlékszünk arra a 130 milliárdra, amit megnyertek úgymond a magyar otthonok, ahol lakunk, ahol élünk, hogy energetikai szigeteléseket csináljunk, energetikai változtatásokat csináljunk, és nem adták oda, hanem átirányították közintézményekre. Tudja, alapvetően mindenki abban gondolkodik a 21. században, hogy hogyan tudunk innovációval egy fenntartható energiahálózatot csinálni magunknak. Rengeteg magyar diák megy most Németországba, mert ők megújuló rendszereken akarnak dolgozni, és nem atomerőműben. Ez teljesen egy 60-as évek energiahordozójáról beszélünk. Miért akarunk 2018-ban még ennek plusz löketeket adni? Ráadásul a magam részéről azt tudom mondani, hogy egyre olcsóbb lesz a zöld energia, egyre drágább az atomenergia. Miért szállunk fel a leszállóágban lévő vonatra némi képzavarral? Időnk lassan elfogy, de azért van itt még két nagyon fontos kérdés. Határon túli élő magyar állampolgárok, akik a történelmi Magyarország szülöttei, és így a parlament elfogadta természetesen, hogy joguk van magyar állampolgároknak lenni. Ön megkülönböztetné őket? Vagy hagyná, hogy úgy, ahogy most van, hogy ugyanúgy szavazhassanak, mint mindenki más? Visszamenőleg jogokat én senkitől nem szeretnék elvenni, a pártomnak is ez az álláspontja. Viszont azt hozzá szeretném tenni, hogy vannak még mások is határokon kívül azok az emberek, akik... A következő kérdés. Akkor megint egy hullám hosszon vagyunk, hogy így fogalmazzak. Ők viszont akkor ugyanúgy szavazzanak egy levélben, mint ahogy a határon túli magyarok, tehát a külhoni magyarokról beszélek. Másrészt pedig vannak ezek a regiszterek, amiket ugye meglehetősen nagy időközönként frissítenek. Én azt várnám el, hogy nagyobb frissítési sebesség legyen, hogy pontos legyen mindig az adatbázis. Azok az emberek, akik a történelmi Magyarország területén élnek, nem a mai Magyarországon, ők nem tehettek, hogy Trianon után kívül rekedtek. Én ezt a kifejezést nem szeretem használni, én történelmi Magyarországról beszélek. Valahol úgy érzem, hogy egy magyar embernek minden magyarral kötelességei vannak, tartozik, támogatni kell. Ön ugyanúgy támogatná a határon túlélő magyarokat? Bölcsödéket, óvodákat, oktatást.
Az évértékelőmben azt mondtam, hogy 15 millió magyarnak a miniszterelnöke szeretnék lenni. Diaszpórákra is vonatkozik ez, tehát róluk se feledkezzünk meg. Határon túli magyarokra is, mindenkire, aki... Az erős diaszpórákra ugyanolyan szükség van, mint a hazai lakókra. Én azt gondolom, hogy összetartozunk. Amit ön is mondott, ez pontosan így van. Tehát a történelem úgy alakult, ahogy alakult. Sok mindent már nem tudunk megváltoztatni. De nem szabad ezt feladnunk soha. És én azt gondolom, hogy ezzel mindenki csak nyerni tud. Utolsó kérdésünk mai beszélgetésünkben. Ön a miniszterelnök, ami egy hatalmas fejfájás. Azt már megmondta, hogy az orvosoknak duplára emelni a fizetését. Az egészségügyi dolgozókat itthon tartaná. De mi van azokkal a százezrekkel, akik nem kalandvágyból, talán azért, mert meg akarták kóstolni, hogy milyen máshol, hisz az Európai Uniónak, a szabadságnak ára van, hogy az ember elmehet, kipróbálhatja magát egy Erasmus programba, vagy bármi másra, de utána jó hazatérni. Mit tenne azért, hogy ezek az emberek hazatérjenek? Két dolgot. Végeztünk egy kutatást, nagyon beszédes teve volt, retúrkutatás. Nagyon sokan töltötték ki külhomba szakadt magyarok, és ők mondták azt, hogy igen, van a bérkérdés, tehát ez fontos. Rendezni kell, a bérválságból való kivezetésre ott van a javaslatunk, ajánlatunk, meg is tudjuk csinálni. De a másik. A másik az az országnak a közhangulata. Hogyha mondjuk vállalkozó vagyok, akkor tudjak csinálni korrektül egy vállalkozást, anélkül, hogy kötelező legyen mindenféle sundabunda módszereket alkalmazni, különben nem leszek nyereséges. Hogy olyan hangulat legyen ebben az országban, hogy egymás torkának feszülünk, azért, mert egyik oldal vagy másik oldalnak a szavazója vagyunk. És ezek olyan fájdalmak voltak, amik így felszakadtak, rosszul megélt, tehát rosszul érezzük magunkat nagyon sok szempontból ebben az országban, mert szítják köztünk az ellentéteket. Én azt tudom mondani önöknek, éljenek bárhol is, országhatárokon kívül, vagy belül, Budapesten, vagy vidéken, hogy olyan országot kell teremtenünk, amit nem szekértáborok mentén osztanak föl politikusok, hanem normálisan tudunk együtt gondolkodni a saját jelenünk és jövőnk érdekében. Én ezt a nyugalmat, vagy ezt a fajta harmóniát tudnám biztosítani, és szerintem ennek lenne egy olyan mágnesként ható ereje, hogy nagyon sokan hazajönnének, mert egyszerűen jó lenne itthon lenni. Értettem, amikor ezt a beszélgetést rögzítettük, még nincsenek meg a hódmezővásárhelyi eredmények. Van-e egyáltalán az egész választáshoz, vagy az ottani eseményekhez valami hozzáfűzni valója, vagy véleménye? Borzalmasan föl vagyok háborodva, ugyanis mi úgy fogalmaztunk, hogy a Fidesz az bebizonyította, hogy kommunista párt, ugyanis világosan látszik, hogy hát amit ott csináltak, a listázás, az embereknek a mocskolása, a tényleg a pedagógustól a taxisofőrig. Az mit jelent, hogy listázás? Hát szórólapokon... Nem a Jobbik volt, aki a parlamentben listázni akart? Az a másik történet, de most Hódmezővásárhelyről beszélünk, igen. És itt viszont jó, persze, azt nem lehet, nem nincs ráírva, hogy a Fidesz magyar polgári pártnak a röplapjáról van szó, de az ő módszereiket ismerve teljesen nyilvánvaló, hogy ők azok, akik mindenkire, közösségekre, a állampolgárokra ráhúztak egy olyan gyűlöletkampányt, ami teljes mértékben méltatlan. És ugye többen tiltakoztak ez ellen nagyon helyesen, és azt gondolom, hogy az az ember, aki ezért felelős, mert nekem nem mondja senki, hogy Lázár János nem tudott erről a történetről, hogy mi zajlik abban a városban, az sürgősen gondolkodjon el azon, hogy egyáltalán mit keres a magyar politikában, hogy egy ilyen lépést megtehettek egy ilyen kampányban. Tehát vallási közösséget, állampolgárokat, olyan helyzetbe hozni, hogy a saját politikai preferenciáik miatt, vagy szájukba adták, hogy nekik milyen politikai preferenciáik vannak. Ilyen kipécézni, és ezt kiteregetni, ez felháborító. Jelezte a biológia, hogy most már elmegy a hangja. Kedves nézőim, mint ahogy említettem, ezt a beszélgetést korábban rögzítettük az elmúlt fél órában, szélbe eredetett. Az LMP miniszterelnök jelöltjét látták és hallották, az, hogy együtt fognak-e működni valami más pártokkal, az még a jövő zenéje, de higgyék el nekem, mire odaérünk a fülke magányában, addigra ki fog derülni, hogy az ő logójuk van egyedül, vagy van mellette valami más, vagy kötöttek-e új szerződést. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és visszavárjuk, kezit csókolom. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak továbbra is velünk. We'll be right back.